Amikor a kocsi megérkezett a tábori kórházba, kiderült, hogy Nérva őrmesternek nincs többé szüksége segítségre. Már hősi halott volt. A tábori kórházban szolgálatot teljesítő Ahven közlegény viszont észrevette a halott őrmester csizmáját, amely túlságosan is jó csizmának látszott olyan ember számára, aki többé már nem tapossa a föld felszínét. Ahven közlegénynek ugyanakkor semmilyen csizmája sem volt, csak egy szánalmas fűzős cipője. Adva volt a kézen fekvő lehetőség. Ahvennak nem kell nyaggatnia a raktárkezelőt, akitől a rosszabb sorsukatona katona sohasem kap tisztességes lábbelit. Sokáig kínlódott, mire sikerült a csizmát lehúznia a halott lábáról, majd a rájellemző alapossággal megvizsgálta. Tisztességes csizma volt, a viselés még nem ártott meg neki. Az egyik száron friss horzsolás látszott, amely nyilvánvalóan golyótól származott. Ez azonban nem sokat vont le a csizma értékéből. Ahven közlegény piszkosan barna arcának ráncai elégedettségről tanúskodtak. Saját roncs cipőjét odavetette a halott lábához. Ez a most már csendes cseretás nem igényelt ráadást, mint annak idején a berlini piacon szokta. Ahven közlegény kola orvos századosnál jelentkezett. Amikor belépett az ajtón, kidüllesztette a hasát, ami valamiféle állást volt hivatott pótolni. Már régóta ismerték egymást. A kapitány éppen három hónapos szabadságról tért vissza, és jól emlékezett a háború első napjai, pontosabban a háború kivárásának napjai óta erre a korán megráncosodott arcra és hitvány vékonyka termetre, amely a boróka fenyő szívosságát sejtette. A tábori kórház működése készen állt a határmenti faluban. Az üres épület várt, az üres ágyak vártak. Kiket? Ez még egyenlőre rejtének számított. Csak az látszott biztosnak, hogy megtelnek a szobák és az ágyak is, amint a húsdaráló működni kezd. Kola doktor minden tapasztalata, gyakorlottsága és bölcsessége mellett kissé ideges lett. A jól szervezett társadalomban mindig készen létben kell állniuk a kórházi ágyaknak a betegek, a szerencsétlenül jártak számára, és az előkészített ágyak megtelnek a statisztika előrelátásának biztonságával. Ez itt azonban valami egészen mást ígért. A fehér ágyak borzalmas érzést keltettek. A háború húsdarálója nem sokára forogni kezd. Kola doktor végig a kórháza területét, és alaposabban elbeszélgetett az emberekkel, amint az általában szokása volt. Így kötött ismerettséget Ahven közlegényel is. Felkeltette figyelmét barna, sajátosan ráncos, nyugodt arca. Íme, gondolta Kola kapitány, ez kétségtelenül az az ember, akinek sejtelme sincs a várakozásnak erről a szörnyű érzetéről, és akinek minden természetes és számára minden világos, mint a nap. Megtudta, hogy Ahven közlegény igazi vadon ember. Lakhelye néhány mértföldre esett a falutól, az őserdőben bújt meg, ahová csak alig kivehető csapáson juthatott el az ember. Konyhója leégett a téli háború idején, mivel majdnem a határon állt. A család, az asszony és a hadgyerek még mindig a kitelepítettek életét élte, ami nem fenékig tejfel. Hat gyerek! Morfondírozott az orvos ez az a gyermekáldás, amelyet most ez a katonákat igénylő világ magasztalni kezdett. Ez az ember is sokat tett a hazajavára, bár úgy hírlet, hogy éveinek száma még csak a harminc körül jár. Munkára és háborúba való férfiból mindig elég lenne, ha mindenki az ő nyomdokain haladna. Megkérdezte Ahventől, mi kifogása van a kitelepítettek élete ellen. Nem volt-e a korábbiakhoz viszonyítva több tekintetben kellemesebb az úgynevezett emberi közösségben élni? Ahven közlegény ezt nem tudta pontosan megmondani. Mintha az emberek lába alatt lennének ott a templomos faluban. Lapukkában, a kunyhóban, az aztán az igazi. Ott élhet az ember kedvére. Ott nincsenek idegenek, hogy kigúnyolják az ember gyengeségeit, és irigyeljék a sikereit ott a legközelebbi szomszédig, egy másik, ugyanilyen kunyhóig, jó fél mérföldnyi az út. De hát nem jut néha eszükbe, hogy emberi társaságra lenne szükség. Nem lenne jó például, ha betegség esetében a szomszéd ott lenne a közelben. Ki hogy szokta? válaszolta Ahven közlegény. A vadon embere csak akkor dőlhet ágynak, ha a halálán van hol a százados megtudhatott egyet s mást a vadon lakójának életéről és sorsáról. Ahven hat utódja többségének például ő maga volt a bábája. Korai ősei vére lüktetett benne, mert a vadászat és halászat volt a kedvenc foglalkozása, és mindeddig jövedelmének jelentős része ebből származott. Sokszor vállalkozott erdei munkára is, fakitermelésre, faúztatásra. Hol a százados először találkozott ilyen erdei emberrel, s nagy élményt jelentett számára. Hogyan folytathat egy ember ilyen életet? Ez az Ahven akármennyire is vele egy és ugyanazon nemzethez tartozónak számított, mintha másfajta lett volna. Ha neki, Kolának kellene ilyen körülmények között élnie, elpusztulna, meghalna, ha mástól nem, hát az unalomtól. Ő egy másik, régi és civilizált világ, a gazdag parkok és kertek világának embere volt. Igényelte a vízvezetéket, a villanyvilágítást, a központi fűtést, a friss újságot, az egyenes utcai járdát, a gépkocsi puha üléseit. Mi is történne, ha neki kellene néhány mérföldes utat megtennie az erdei csapáson 50 kilós lisztes zsákkal a hátán, ennivalót biztosítani 7-8 szájnak, eledelt, amely sehol a világon nem esik olyan jól, mint valahol lapukkában az Erdély tópartján. Most pedig mégis mind a ketten itt álltak a működésre kész várakozó kórház udvarán, az egyik is, a másik is, a hazajavára. A százados tehát jól emlékezett az ajtóban álló Ahven közlegényre. Arra gondolt, hogy valójában figyelmeztetni kellene Ahvent, mert nem húzta ki magát. De hát illike ehhez az emberhez a feszes tartás és a szikrát csiholó sarok csattogtatás. A százados visszaemlékezett egy anekdotára, a szavó vidéki fiatalember megjegyzésére, amelyet a vigyázásra parancsot adó tisztnek tett. Mit heveskedik ennyire ez a szegény ember? A százados elmosolyodott. Ahven közlegény ügye nem számított újnak, szabadságot akart. Nyomós okai voltak erre. Engedét kapott arra, hogy a családját visszaköltöztesse otthonába lapokkába. A korábbihoz viszonyítva tágas lett a világ errefelé. Emlékezetem szerint azt mondta, hogy a kunyhója leégett. Leégett az, mivel felgyújtották, magyarázta Ahven közlegény, de a sauna épségben maradt. Úgy vélte, hogy jól el lehet lakni a szaunában, különösen nyáron. Szabadsága idején valami kis építkezést is végezhetne. Vehetne ezen kívül egy kevés árpát és krumplit. Van két csatnya tehenem, az állatokat is át kell hajtani a tágasabb legelőkre. Kola százados maga elé képzelte az ősertünk keresztül haladó karavánt, ahvent a feleségével, a hat gyerekkel és két tehénkével, amit valami rozzant, fekete szauna felé igyekszik, sok mérföldre az emberektől, ember járta utaktól. Az ég szerelmére nem ehetnék meg azt a jegyre adagolt ennivalójukat valahol közelebb is? Fakad ki a százados. Mihez közelebb? kérdezte Ahven. Az ég ott is nagyon magas, még az is a haza földje. Ajkára furcsa vigyor ült ki. Úgy beszélt erről a visszatérésről az Isten háta mögötti vadomba, mintha éppen most jutott volna túl a nehéz időkön, és mintha ezúttal valami nagy szerencse érte volna százados úr ugyanakkor eljárását csodálatra méltó hőstetnek tekintette. Az a véleményem, hogy maga és gyermekei mindig megélnek majd a jég hátán is. Ennél nincs és nem is jöhet rosszabb. Ahven közlegény láthatóan nem értette a dolgot, azt azonban felfogta, hogy a szabadságát, két hétig tartó szabadságot megkapta. Kasperi Ahven elégedetten felsóhajtott és rágyújtott makrapipájára. Száll a füst, száll fel a füst! Kiabálta a kis Kasperi, Ahven nyolc éves első szülöttje, aki a kitelepítés során életében először látott az úton gépkocsit. Anya, oda néz, mekkora a szeme az ördögnek! Most egy kis baj adódott, ugyanis a tűzhelyből, amelyet Kasperi septében összetákolt a szauna sarkában, eleinte minden füst befelé gomolygott. Úgy beszorult ez a füst, mint a nyél a kalapácsba, kesergett a szerencsétlen építőmester. Ám most már húzatolt a tűzhely, ahogy mondják. A tűz vidáman pattogott, csillogtak a szauna korom falai, és az enyésző levelek émeigős szaga áradt a padló deszkák alól. Lapok a dombján magasra szállt a füst, a szürke tavaszi ég felé emelkedett, és hirdette, hogy ismét lobognak az emberi élet lángjai e vidéken. Ahven közlegény még előző nap este érkezett meg ide. Maga mögött vezette a két tehenet, a kis Kasperi pedig ostorával kísérte a jószágot. Bőségesen nőtt már a friss fű a tópartján és a patak mentén, lapukka Kasperia pedig értett a fejés tudományához is. Ezen kívül az igazi fejőnek, lapukka marinájának már holnap meg kell érkeznie ide a kisebb gyerekekkel, miután a tűzhely és a lakás készen állt. Benne élt csak igazán a vágy, hogy saját szülőföldjére visszatérjen, saját gazdaságát vezesse. Nem érezte magát nagyon alkalmasnak arra, hogy a nagyvilágban éljen, ahová őt a békés lapokkából a háború és a velejáró kényszerűség űzte. Az asszony már a tavasszal áthozott ide valami háztartási cokmokot és egy kevés lisztféleséget. Valójában Mari volt az, aki eltervezte és kivitelezte ezt a gyors átköltözést lapukkába. Ezen az estén Lapukka Kasperijének a lelkében rendkívüli elégedettség honolt, miközben a fehér tarka tehén oldalánál gúgolt. A ház felett füst emelkedik a magasba, nem sokára a gazdaszon sűrök forog majd itten, és felszabadítja a házurát például ettől a vesződtséges fejéstől. Ugyanis egyáltalán nem bizonyult ügyeskező fejőnek. A tej spriccelt erre is, arra is, csurgott ujjai között. Kezéről még nem sikerült lemosnia a tűzhely építés nyomait, úgyhogy ujjaihoz még jócskán habarcs tapadt. A gazdasszonynak alig, hanem a teljes rocska tisztaságáról is akadt volna némi mondani valója. Így hát az apa Kasperi fejt, miközben az ifjú Kasperi nyugtatgatta a tehenet, hogy türelmesen és csendben viselje el ezt a kezelést. A fejő esze azonban máshol járt. Lapukka Kasperia arra gondolt, hogy ezen az estén dűrrög a süket valószínűleg dűrrög a görbecsőrű csapott homlokú madár és a farktollát borzolja. Elég volt csak rágondolnia erre a jókora madárra, vére, a vadászember vére felpesdült. A süket fajt hallatja csikorgó hangját, csattog a csőrével, és a zsákmány röpül lefelé, akár valami öt kiló zacskó. Repülne ám lefelé, ha lenne fegyvere. Kasperi Ahven ugyanis ezekben a menekülésben, háborúban eltelt években úgy lerongyolódott, hogy fegyver nélkül maradt. Az a mindent betű szerint értelmező őrmester azt sem engedte meg, hogy legalább a puskáját magával hozza. A szabadságra menőknek ez tilos. Egy ilyen derék lövőszerszámmal most mit művelhetne? Viszont kár is lenne, ha a görbecsőrű madár egyhangú szerelmi dalát a halál szakítaná meg, Kár lenne, ha ilyen fegyver kerülne lapukka Kasperi kezébe, akit különben Fajd Kasperinek is neveztek. Gyötrelmes az ilyen szegénység, roppant fogyatékos így az ember élete. A görbecsőrű Dalója dalát zavartalanul, bár lapukka Kasperie ott tartózkodik a közelben. Alig, hanem a patakparton fel kell építeni a pallókat is, hogy a rongyos hálókat kivethesse. Ám a vizek zsákmánya, a hűvös halak halászása sohasem foglalkoztatta képzeletét annyira, mint az erdei vad. Igyekezett a fejéssel, hogy mielőbb túlessen rajta. A kis Kasperinak kellett otthon maradni a házőrzőnek. Lapukka gazdája kóborló, vadászó útjaira csak egyedül ment szívesen, csak magányosan vállalkozott erre. Még a ház népesen jöhetett ezekre a kirándulásokra. Úgy vándorolt Kasperi, mint a lápok mesebeli szelleme. A kis Kasperi arca kissé bánatosnak hatott, ahogy szemével apja távozását követte. Egyedül maradt a kicsiny tisztáson a rozoga szürke szauna falai mellett. Ám ő megszokta az egyedüllétet, mint a vadon egykori lakója. Nem sokára ott alszik a falak oltalmában, az alig, hogy felépített tűzhely és a szauna öreg, fekete köveinek kisugárzó melegében. Kasperi Ahven úgy, ahogy kifeszítette a hálóit a patakban. A szákás halakat is elrákcsálhatja az ember, de nem az éhesek eledele. Az ilyesfél évvel még el is pusztíthatja önmagát. Kasperi nekivágott az erdőnek. Azt forgatta a fejében, hogy meghallgatja a görbecsőrű fajtkakas dűrögését. Így hát barangolt össze-vissza a vadon sűrűjében. Aztán elszégyelte magát, amikor rádöbbent, mennyire céltalan kirándulásra vállalkozott. Semmi fegyver a markában, még csak csapdákat sem nézhet meg. Bóta dolog. Alacsony fekvésű térségen állt meg egy mocsár szélén. A szélvihar itt időnként kidöntött néhány erdei fenyőt. Törzsük elkorhat, elszáradt, a gyökerek pedig, mint fekete, sáros szörnyek meredeztek a levegőbe. Az egyik ilyen gyökéren Kasperi szeme valami fénylő tárgyon akadt el, amelynek körvonalai lassacskán egy puska alakzatát öltötték. Ahven közlegény nem hitt a szemének. Tán már túl sokáig gyötörte a puska hiánya. Csak hogy a gyökér tetején mégis puska hevert, igazi, kézzel tapintható orosz félautómata. A gyökerek sötét gödrében pedig ott feküdt a puska egykori tulajdonosa már csak a csontok, a ruházat és a bőr maradványai voltak meg belőle. A téli háború valamelyik feledésbe merült összetűzése. Ilyen a katona sorsa, hisz ezen a vidéken semmiféle harcok nem folytak. Kasperi Ahven képzeletét azonban csak a hátra maradt puska bilincselte le. Úgy hatott, hogy a fegyver meglehetősen jó állapotban volt. Esetleg még lövést sem adtak levele. Egészen újan maradt itt, talán vastag védő zsírréteg fedi. A kisebb rozsdásodás könnyen eltávolítható. Ahven közkatona nyomba munkához látott. A világos északi tavaszi éjszakában könnyen dolgozott, még ha hiányoztak is a szükséges eszközök. Köpenye zsebében néhány ott felejtett töltényt talált. A helyszínen lelt töltények a nedvesség következtében használhatatlanokká váltak. Jelettett az egyik fatörzsére, aztán eldördült a lövés. A fegyver működött, a golyó célba talált. Micsoda szerencse, micsoda ajándék a szegény embernek. Az erdő jó kedvében volt. Bármivel meglephette az embert, még fegyvert is nyomhatott a markába. Az örvendező Kasperi Achven néhány fenyő ágat dobott a vihar döntötte fa sötét gödrébe, hogy betakarja az elesett katona maradványait. Szegény ember éppen itt kellett főbe harapnia. Viszont ő adott fegyvert lapukka Kasperiének. Az ilyen ajándék jelent valamit. Az erdő adakozó kedvében van. Így történt, hogy azon az éjszakán a futástól lihegve szembejött Kasperi Achvennel egy ékes szarvú nagy állat, hatalmas nőstény szarvas, amely golyót kapott a szívébe Kasperi pompás ajándékpuskájából. Kasperi lelkiismeret furdalás nélkül a magáinak tekintett mindent, amit az erdő nyújtott. Lenyúzta és feldarabolta a zsákmányt, ideiglenes tárolóhelyet készített, a hátára kapott egy jókora tehernek beillő szarvashúst, és férfias léptekkel lapukka felé vette az útját. Számos, ilyen nehéz teherrel sietve megtett hazatérés emléke ébredt fel benne. A hús különben sovány és szívós volt, a tavaszi szarvashúsa, de mégiscsak élelemnek számított, amelyel kielégíthető a közvetlen szükséglet. Lapukka emberét jó érzést töltötte el. Hitte azt, hogy az erdő várta őt. Fegyvert is, zsákmányt is adott. Most már jöhet az asszony, bőven megvan a fazékba való. A nap már magasan járt, amikor Kasperi Achven a teher alatt rogyadozva megközelítette parányi lakóhelyét. Hirtelen megtorpant. Miféle alak állott a reggeli szélben libegő uszájjal? Nem más, mint a házi asszony. Mari a vidám öregasszony. Úgy csapkodott a tenyerével és lelkesedett, hogy Kasperi nyomban felfrissült. – Hej, ezt az öregembert! Hely, a csibész mit cipel magával? Hozottám jókora húst nekünk! Valójában pompás látványt nyújtott a tavaszi zöldellő udvaron, fedetlen fejével és mezitlábasan, fürgett tevés-vevés közben és meglehetősen lármásan. A beszéd művészetét ugyanis egyedül is gyakorolta, miközben ott sürgött forgott hat gyermeket társaságában. A kívülálló az ő életében csak munkát, bajt és nyomorúságot láthatott, mindemellett azonban Mari Ahven örökké vidám volt. Még mérgelődés közben is valamilyen lényéből fakadó vidámság lebegte körül. Elképzelhetetlennek hatott, hogy ez az asszony megelégelje az életet. Mellette ott állt és ámoldozott, sápítozott vénlány húga. Segített nővérének, hogy áthozza ide azt az öt kiskorú porontyot. Nékik nem számított szórakozásnak ez a néhány mérföldes út az erdei csapáson. Előbb értek ide, mint számították, az út végét azonban éjjel tették meg. Mind a hadgyerek aludt a szauna falainak oltalmában. Szűkös volt most odaben, mégis leltek még helyet a három felnőttnek is. És itt még meleg is van, állapította meg a katonaköpenyt viselő Kasperi. Odakint meg az a tágasság, toldotta Mariházi asszony. Hát az volt, ameddig csak a szem ellátott. A tavaszi reggel aranyló fényében kéklő erdők terpeszkedtek a távoli dombokon. Oda ben pedig a szürke és kormos szaunában, ahol a friss habarcs és a nyírfa csak fonnyadó leveleinek illata terjengett, az élet minden szépségéről megemlékeztek. Itt aztán senki sem jöhetett oda szemrehányást tenni a kicsinyeknek, hogy szomorúak vagy üvöltenek, mint az erdei vadak. A pótkávé is jól esett, a szarvas húst cipelő vadász átázott, a halott lábáról lehúzott csizmája pedig ott száradt a tűzhely kisugárzó melegében. Lapukkában újra megkezdődött a családi élet, az új emberek nevelése a világ számára. A visszatérés Lapukkába számokra a függetlenséget és a szabadságot jelentette, amiért ezen a világon annyi harc folyt, és annyi embert küldtek háborúba. A szabadság véget ért, és Mari egyedül maradt hat porontjával Lapukka földjén, a szürke és kormos szaunában. Ahven közkatona pedig visszatért ezredéhez, ahol Kola százados továbbra is érdeklődést tanúsított az erdei ember és élete iránt. A százados azt fontolgatta magában, hogy Ahven közkatonának lakóházat, bajtársi házat épített fel az egység segítségével. A doktor szerint nem lett volna illő dolog, hogy Ahven családja a tél idejére is a nyomorúságos szaunában szorongjon. A fontolgatást tett követte. A ház építésén egészen a nyár közepéig mindig serénykedtek néhányan a katonakórház tétlenkedő emberei és egyik másik lábadozó beteg. Ilyen módon Achven közlegén számára két szobás lakóházat ácsoltak össze vaskos erdei fenyőből. Kasperinek élete különösen fényességesnek tűnt akkor, amikor a háztetőre felkerült az élgerenda. Ezekben az időkben viszont kijukhat csizmájának a talpa. Mivel ezt a lábbelét nagyon megkedvelte, a csizmadiához juttatta név és az egység elismerményével a költség fedezéséről. Abban a hiszemben volt, hogy a mostaninál jobb állapotban kapja vissza. Kasperi Ahven közlegény azonban többé nem látta viszont ezt a csizmát.